Time.
Jó estét kívánok! Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm benneteket. Szeretném bemutatkozni, Kovács Ádám vagyok, én vagyok ennek a rendezvénynek a főszervezője és a házgazdája is egyben. Örülök, hogy ezt évszámban eljöttetek. Azt hiszem, akik itt vagytok, mindenki kíváncsiak vagytok erre az üzleti lehetőségre, amelyet én is egy 4 hónapja ismerkedtem meg, és most már nem élet bennem a dolog, hogy egy picit úgymond népszerűsítsem ezt a lehetőséget, mert azonban ez egy olyan üzlet, amiből mindenki nagyon szépen tud profitálni. A mai esélyről szeretnék két meghívott előadónk van, akik bővebben fognak erről az üzleti lehetőségről beszélni, tehát én így részletekben szeretnék most belemenni. Köszönöm mindenkinek a regisztrációját. Igazából azért volt erre szükség, mert szerettem volna egy kis meglepetést is, amikor végre lesz a szerelvásoknak, akkor lesz egy tombola sorsolásnak és olyan érdekes nyereményeket lehet itt megnyerni. Tehát visszatérve, én 4 napja kapcsoltam be tulajdonképpen ebbe a rendszerben, és én festményen egy fogászati vállalkozásoknak vagyok a tulajdonosa, amikor jelentának. Egy pici reklámot el is helyeztem a székekre, amit megtaláltok, és úgy gondolom, hogy vállalkozóként én mindig keresem azt a lehetőséget, hogy hogy lehet a pénzből egy kicsit még több pénzt csinálni, és hogy lehet egy olyan együtt üzleti lehetőséghez hozzájutni, amivel mindenki egy kicsit a passzív jövedelem forrását tudja növelni. Szeretném, hogyha tényleg hiteles előadóktól hallanátok ezt az üzletet, mert én is mondtam pár ismerősnek, és úgy gondolom, ez egy olyan lehetőség, ami mindenkit meggyőz. Viszont itt tulajdonképpen a cég első számú vezető emberétől hallhatjátok azt, hogy egyáltalán hogy is működik ez az egész rendszer. Engem egy nagyon kedves barátom hozott be ebbe az üzletbe 4 hónappal ezelőtt, és azt mondom, hogy nagyon jó barátság alakult köztünk, és mondhatom, hogy igazából a mentor, és azóta is segít nekem abban, hogy napolnap előre jussak ebbe az üzletbe. Úgyhogy nem is húznám nagyon ezt a dolgot, szeretném bemutatni nektek Orbán Gyulát, aki Debrecenből érkezett hozzánk, és úgy gondolom az ő szájából a legjobb fogják meghallani azt, hogy ez az üzlet miről is szól. Valamint az esetben részében még a cég hálózatfejlesztési és marketing igazgatóját, Otok Árpászkedencet is köszönhetjük majd bőrünkbe, aki pedig a cégnek a további jövőjéről és a jelenéről fog egy nagyon komoly előadást tartani nekünk. Úgyhogy köszönöm a megtisztelő figyelmet, akkor el is kezdenénk ezt az előadást, csak a megkérem barátomat, Orbán Gyulát, hogy kezdjél a prezentációját. Köszönöm szépen Gábornak ezt nagyon kedves felvezetést, bemutatást. Orbán Gyula vagyok, Debrecenből érkeztem, és nagyon komoly konkurenciája volt a mai rendezvénynek. Biztosan hallották, hogy Michael Felfilipp a Debrecenbeli, úgyhogy maradhattam akár otthon is, de egy pillanat is sem gondolkodtam, hogy élőjegyek és önöknek beszélni inkább a Károsz üzletről. Remélem, önök sem fogják megbánni, itt voltak. Azt gondolom, hogy ha valaki már a nap végén ezen az egy-másfél város előadás után úgy megy haza, hogy komolyan elgondolkodik is, további információkat kér, az egy nagyon jó indulás, én is pont így kezdtem ennek neki, és azt gondolom, hogy ha nyitottan állnak a mai információkhoz, akkor nagyon értékes napok lehet. Az első körben a cégről fogok beszélni, arról, hogy mit is ad ez a cég, milyen területen dolgozik, hogyan lehet ez a céghez kapcsolódni, mi az, amiből lehet profitálni, és aztán pedig nagyon nagy tisztelettel át fogom adni a szót a hálózatfejlesztési igazgatónak, aki magát ezt az egész rendszert összerakta, és körülbelül tudjuk üdvözölni. Tehát a Kairos Technologies. Egy Angliában bejegyzett cégről beszélünk, aki nemzetközi cég, tehát a vezetői nemzetközi emberek, 10 top vezetője van a cégnek, az egyik közülük például Otok Ár, akit itt üdvözölhetünk, de minden területnek megvan az adott specialistája. Az adott cég biztonságtechnikára szakosodott, kifejezetten internet biztonságtechnikára. Hogy miért jó ez a terület? Látják önök is, hogy a világ népességének 84%-a rádióügynökség szerint internet felhasználó, már azok, akik elérhetik eleve az internetet, tehát nyilván nem a bantú törzsekre gondolok, ahol nincs internet, hanem akik van internet, azok 84%-a használja, és azok közül 88%, ez egy felmérés, a biztonságot nagyon fontosnak tartja. Tehát ez egy olyan terület lehet, ahol érdekes lehet ebben együttműködni. Az IT-ágazat egyébként is nagyon dinamikusan fejlődik. Mindezt azért mondom el, mert ezen a területen dolgozik maga a cég. Tehát azt, hogyha meg akarjuk tudni, hogy
a mi cégünk, aki együtt akarunk működni, mennyire stabil, mennyire van jövőképe, mennyire fog gazdaságosan és sikeresen működni, akkor meg kell nézni, hogy milyen területen dolgozik. Ezért beszélek az első részben erről. A biztonság technológia, az internet biztonság, az egy nagyon fontos terület lesz. Nem csak nekünk, mint magánszemélyeknek, hanem leginkább a cégeknek, akik még komolyabb biztonságot szeretnének, és első körben a KAIOS cégekkel működik együtt. Tehát nem magánszemélyek felé fejlesztenek jelenleg fő termékeket, hanem komoly cégeknek. Ilyen például az Inglot Holdings nevű cég egy bányavállalat, tulajdonképpen több mint 20 ezer alkalmazottan, vagy egy Bezran nevű cég, vagy akit legjobban ismernek talán a Nissan, aki szintén partner a KAIOS-nak, és nagyon komoly IT technológiai fejlesztéseket vesz tőle, és alkalmazza. Nagyon sok céget említhetnék még, viszont ebben az információkat egy picit most beszűkítette a cég egy nagyon fontos auditációs folyamat miatt, ami az tőzsdére kerüléshez kell. Egy IPO auditációban most folyamatban, reméljük, hogy ez egy-két hónap múlva lezárul, és akkor teljesen minden információt át tudunk adni önöknek. Az összes partner kikerül a weblapra, teljesen megújva a cégnek a honlapja, minden információt lesz. Nyilván ezt a cég azért teszi most, hogy a tőzsdére kerüléskor az értéke ugrásszerűen megnőjön a cégnek azokkal az információkkal, amiket akkor fog kitenni. Még egy céget azért meg tudok említeni, akik biztosan jól ismernek önök, és ez a Sony. A Sony Pictures és a Sony PlayStation, akik szintén már megrendelték a KAIOS-tól az internetes tevékenységüknek a felmérését, tehát a KAIOS-nál pénzért dolgozik nekik, mert ők még nem érták alá ezt a végleges szerződést, hogy jól tudom, viszont nagyon komoly tárgyalások zajlanak. A felhő alapú alkalmazások, most már azt mondom önöknek, hogy felhő, akkor valószínűleg nem néznek ilyenek. Én a felhőben tárolom az információt. Korábban, pár évvel ezelőtt még másképp néztek volna rám, de valahogy ez nem elterjedt, és csak pár évről beszélünk. Itt például arról van szó, hogy egy szerveren tárolnak bizonyos adatokat cégek, amikhez mindenki hozzáférhet. Nagyon sok cég már úgy dolgozik világszerte, hogy egyik munkatársa Indiában van, a másik Angliában, a harmadik Törökországban, a negyedik pedig Vietnámban ül egy és együtt dolgoznak. Csak hát ugye kell egy közös pont, ahol mindenki hozzáfér, ez egy felhő alkalmazás, és ebben a felhőben viszont fokozottan fontos dolog a biztonság, és ha bárki ezt el tudja törni, be tud hatolni, akkor nagyon fontos információkat juthat hozzá. A KAIOS azt mondja most jelenlegi rendszeréről, hogy ezt a rendszert nem érdemes feltörni. Nem azt mondom, hogy nem lehet, mert az informatikusok ugye mondták neki, hogy a nincs, hogy nem lehet. Nyilván lehet minden informatikában, csak túl sok ideig tartana, és túl nehéz lenne, túl sokba kerül, tehát nem érdemes megcsinálni. Mondhatnám azt, hogy 10-20 évet senki nem fog arra várni, hogy valaki feltörje ezt a rendszert, és az adatokat kinyerje, akkor nem is lesznek érvényesek az adatok. Ez valószínűleg azt lehet mondani, hogy a most jelenleg alkalmazott módszerek közül a legbiztonságosabb, nem csak azért, mert 250-es típusítás van mögötte, hanem maga az a szisztéma, amiről egy pár szót fogok mindjárt mondani, bár én nem vagyok ennek szakértője, tehát én nem vagyok informatikus, eredetileg gépészmérnökként végeztem, de már 19-20 éve pénzügyterületen dolgozom, bankoknál, biztosítóknál, hogy ez már nem igaz, mert szeptember óta csak akár összefoglalkozom. Úgyhogy ilyen szempontból az informatikusok ezt meg tudták nekem erősíteni, és nagyon komoly informatikusokkal nézettük meg a rendszert, elméletét, gyakorlatát, teszteltük a rendszert, és leültettük például az IT igazgatókkal és az egyik ilyen szakértőket, aki nem csak hogy informatikus, hanem igazságügyi szakértőként működik, az informatikai igazságügyi szakértőként, és rendszerben is a Microsoft-nak dolgozik, dolgozott több évig. Tehát megnéztük is az informatikai részét ennek a háttérnek. A kis és középvállalkozásoknak a nagy része az nem saját felhőt alakít ki, nem saját szerverparkban gondolkodik, hanem bérlik ezeket a szolgáltatásokat. Nem tudom, hogy találkoztak-e, hogy van esetleg önök közül olyan, aki használja felhő alkalmazást és tárolódik az felhőben. Igen, látom többen gólogatnak, jelentkezik fiataloknak, főleg ilyen jellemző. Már egy cégben az a biztonság egy nagyon fontos része a tárolásnak. Igen, tehát a növekedés is várható, ennek a növekedése. Tehát, hogyha akaszt valakit mondjuk a levelezésnek a biztonság, és nem csak a magánlevelezésekre gondolok, hanem a cégnek a teljes levelezésére, vagy ott tőzőző személyes fotóit, vagy biztos abban, hogy dokumentvédelemtől, hogy valaki biztos szeretne lenni benne, vagy mondjuk nem bízik a szolgáltatójában, vagy úgy gondolja, hogy lehallgatják a telefonját, de nem szeretné, ha lehallgatnák a telefonját, akkor ez ebben mind tud a KAIOS segíteni, és hozzáteszem, hogy nyilván nem az a célja a KAIOS-nak, hogy
olyan elemeket támogassa ezekre a szolgáltatásokkal, akikkel akarnak bújni, hanem olyan embereket, olyan cégeket, akik szeretnék az adataikat biztonságban tudni, de egyébként mondjuk egy Nissan-nál vannak is olyan adatok, amire mondjuk a konkurencia nagyon kíváncsi lehet. A fejlesztő technológiáról néhány szót, milyen megoldásokban tudunk most gondolkodni első körben. Van egy KMS mail szolgáltatás, ami egy teljesen biztonságos kódolt levelezés, egy internetes levelezési forma. Én ezt letöltöttem, használom, van hozzáférésem egyébként mindenki, aki regisztrál a rendszerbe, első körben a mailhez kap hozzáférést. Ez is benne van abban a csomagban, úgymond, amit önök el tudnak fordítani. Nagyjából olyan néz ki, mint egy átlagos mail szolgáltatás. Egy különbség van, nem lehet feltörni. Csak nagyon nehezen hallgatom. A Károsször egy biztonságos internetezést tesz lehetővé, anonim védett internetezést. A Károsz Disk ez a már sokat említett felhő alkalmazás, arra adatokat lehet tárolni, és a Károsz Gond pedig egy olyan alkalmazás, ami úgy indult, hogy egy Android típusú alkalmazást, Android alapú alkalmazást le lehet tölteni a telefon, és azon keresztül telefonálni, hasonló, mint egy Viber vagy egy WhatsApp. Annyi különbsége, hogy elhallgathatatlan. Háromféle lehallgatás, védelem és azonosítási védelem is van a rendszerben. Erre most nem térek ide, nyilván nem lehet mikrofonos lehallgatás, nem lehet mondjuk bemérni a telefon, e-mail cím alapján, stb. Tehát ezekre a biztonságokra gondolok, ami sok esetben fontos lehet egy cégnek, vagy akár magánszemélynek is. Most nézzük meg, hogy hogyan lehet kapcsolódni a rendszerhez, hogyan lehet csatlakozni, és egyáltalán miért lehet csatlakozni a rendszerhez. Picit visszamegyünk még, mert látom, hogy közben nézik a szöveget és a betűket. El kell mondani, hogy a cég hogyan dolgozik, hogy megértsék a logikáját. A cég egy hatalmas világméretű szerveret állít össze. Mégpedig az önök, vagy az enyém, vagy az én tárhelyemből. Az a tárhelyem, amit mondjuk egy laptopon, közben internetezek én, amit nem használok, mert ott van egy szabad közben, vagy 100-200-300 gigabyte a háttértárolón, amit én nem használok. Ezt a cég egy speciális levédett és szabadalmaztatott, illetve engedélyezett szoftverrel felhasználja. Az adatokat pedig, mondjuk amit a Nissan szeretne föltenni a saját szerverére, azokat feldarabolja nagyon pici részekre, hozzárendel bizonyos kulcsfájlokat, és ezeket a kulcsfájlokat és feldarabolt internet darabfájlokat helyezi el a világ különböző országaiban, különböző magánemberek a számítógépén. Ezáltal nagyon-nagyon nehéz összerakni ezt az adatot egybe, és csak azt mondja megtenni, aki minden adatnak a birtokában van. Laikusként ezt így tudom legegyszerűbben elmondani. Tehát, hogyha mondjuk megtalálnak 30 gépet, és mind a 30-at feltörik, az én gépben simán feltörik egy perc alatt, vagy nem két perc, vagy akár két, de az információ nem lesz értelmes és értelmezhető, hiszen a másik 10.000 gépet is meg kell hozzátörni, gyorsan, 24 órán belül, hiszen a rendszer ezt váltogatja, hogy mikor rová ment az adatokat. Tehát azt mondta nekem valaki, hogy ha egy szobában ott lenne az a 10.000 gép, ami az adat ott van, és 24 órán lenne, akkor sikerül feltölteni az adatokat. Egyébként nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Ezért van szüksége a cégnek arra, hogy az önök, vagy az én, vagy bárkinek a gépén bizonyos mennyiségű és mértékű információt tudjon elhelyezni. Tehát ő szeretne bérelni magán személyektől tárhelyet a gépben, és ezért ő hajlandó fizetni is. Ez az üzleti rész, így tudunk bekapcsolni a rendszerbe. Tehát nekünk nem az a feladatunk, hogy a cégeknek eladjuk az informatikai szolgáltatást, azt megteszi a cég, arra van a nagyobb profi emberek, és nagyobb cégeket tudnak behozni. Ez egy háttérterület, ez nem hozzánk tartozik. Nekünk ott nyílik meg a lehetőség, hogy mi bérbe tudunk adni a cégnek tárhelyet. Ugye, hogy fordítottam én ezt valamnak? Úgyhogy nem kell semmi más csinálnom, csak azt, amit eddig is használtam az internetet, eddig is volt számítógépen, eddig is volt néhány gigabyte különös területen. Most végre van egy cég, aki ezért fizet, nekem miközben internetezek. És erre összeállította a bizonyos csomagokat, hogy milyen nagyságrendű gigabyte-okat szeretnének mondjuk ez a csomag bérelni. Igen, csak itt jött egy érdekes kérdés, amikor elindult a cég, hogy tavaly évvégén történt, a tavaly előkészítési folyamat után nagyjából évvégén. Az volt a kérdés, hogy tudják általában, hogy itt van egy nagyon jó szolgáltatás, mondjuk én szeretnék bérben emberektől tárhelyet, de hogyan kezdem el ezt eladni? Hogyan kezdem el reklámozni? Hogyan hoztam be bérbeadókat? Ez volt a kérdés. Először azt állt ki a cég, hogy hát akkor jól meghirdetik interneten keresztül, online módon, és akkor behoznak olyan embereket, akik a hirdetésre érkeznek, és nekem is van tárhelyet, és ezért aztán elindult egy ilyen folyamat,
és itt történt egy váltás, amikor ugye Otokár Kaszinec elkerült a képbe egy ajánlás alapján, és megkérdezték tőle, hogy milyen találkozás. Tudni kell Otokárról, hogy ő előtte már több országban, több 10 országban 40 ezer fölötti hálózatot épített ki más rendszerekben, és nagyon komoly szaktekintének számít a hálózatos területen, így megkeresték őt, és ő megnézte ezt a rendszert. A legjobb szerint azt mondta erre, nem tudom, hogy ez így volt-e, hogy lehet, hogy jó az a rendszer, de szerintem nem fogjuk ölni. És kapott egy hónapot arra, hogy dolgozzunk egy teljesen más szisztémát, egy 2 hét alatt tudottam az elő is állt, ezt letett a Michel Vieira, aki a cégnek az elnöke használva, és elfogadták. Nyilván ezt modellezték önökom a számításokkal, megnézték, hogy lehet ezt a rendszert működtetni. A rendszer lényeg pedig az, hogy dinamikusan látja a bérbeadóknak a behozását, hogy érdekelté teszi az én bérbeadókat arra, hogy tovább ajánlják az üzletet. Én például ezért vagyok most itt. Hogy én tovább ajánljak az üzletet. Na most kétféle jövedelem van tehát az üzletben, az egyik típusú jövedelem a bérbeadás, amiről mindjárt fogok beszélni, ami mondhatjuk azt, hogy nem teljesen egy kvázi passzív jövedelem, hiszen dolgozni nem kell benne, egy bérbeadás, amikor bekapcsolom a gépemet és bérbeadom. A másik típusú jövedelem, az pedig a hálózat építésből egyfajta multilevel network marketing rendszerből jön, amikor önök, mint csatlakozott bérbeadók, további bérbeadókat tudnak behozni. Én is egy bérbeadó vagyok a rendszerben, szélen csomagban indultam el, mindjárt megmutatom a csomagokat, és utána kedvet kaptam ahhoz, hogy ezt másoknak is megmutassam. Megmutattam Gábornak, interneten is ismerkedtünk meg, de most azt mondom, hogy már azóta nagyon komoly, tényleg barátság szövődött köztünk, interneten találtam meg egy online hirdetés kapcsán. És így egyre több emberrel találkoztam is. És nézzük, hogy hogyan lehet. Ez azért fontos ez a háttér, mert majd látni fogják, hogy ezek a csomagok úgy vannak kialakítva, hogy a csomagoknak lesz egy díja. Ezekből a díjakból fizetik meg a hálózatépítőket, tehát mondjuk engem, hogy itt beszélek. És ha regisztrál valaki, akkor csomagdíjat kerül egy céghozásra, míg a bérbeadást az egyértelműen abból fizetik, amit a cégek adnak a károsztal bérbeadással szintén. Tehát ezt teljesen külön lehet választani, és szeretném is leszögezni, hogy ha a kettőt összemosnák, az nem lenne törvényes. Hiszen a bérbeadásból jövő profitot azt bérbeadásra fordítják, egyébként ez egy jó profitáló üzletek, csak annyit mondok, hogy szeptember hónapra vannak adataim, hogy 1.650.000 dollárt fizettek a Kairosnak a cégek, partnercégek, és ebből 850.000 dollárt fizettek a bérbeadóknak. Ez egy jó üzlet? Hát kétszeres haszon, tehát tulajdonképpen a többi az nekik haszon. A másik oldalon viszont a bejövő csomagdíjaknak kvázi 60%-át kihozták annak azoknak a személyeknek, mondjuk nekem, vagy önöknek, akik tovább ajánlják az üzletet. Ez egy teljesen külön választható. Nézzük meg akkor ezeket a csomagokat. Az első ez egy standard csomag, ami 15 gigabájt tárhely megosztását várja el a bérbeadótól, de ez egy nem túl nagy tárhely, ami még egy fontos elvárás is mindig benne lesz a csomagban, minden csomagban, hogy a nap 24 órájából 10 órát megtörténik ez a megosztását, 10 órát neten legyen a számítógép. Ezt egy kis külön háttérprogram méri és kommunikál a szerverre, tehát egy háttérprogram méri azt, hogy mennyi időt volt megosztva, ha elérje a 10 órát, akkor a maximális bérleti díjat fizeti az napra. Ezeknél a csomagnál 86 cent egy napra. Ezeket a bérleti díjakat naponta látják önök a webirodájukban, tehát szintén a cég átrendelkezésre van önöknek, a szerződésre itt, amit egy évre szól. Egy évig vállalja a cég azt, hogy ha ön egy ilyen csomagot megvásárol 125 dollárért, akkor egy évig vállalja naponta fizet 86 centet, amennyiben ezt minden nap legalább 10 órát kutatja. Itt nincsen kikötve, hogy éjszaka, nappal lehet megszakításokkal, lehet délelőtt, vagy délután, vagy este, éjszaka, bármikor lehet. Ha ezt a 86 centet felszorozzuk 365-tel, mondjuk nagyjából egy évre levetítjük, akkor ez 312-313 dollár körül van. Mi tehát a konklúzió, hogy a betett összegen a 125 dollárra egy év alatt vissza tudok kapni annak a 2,5-szeresét. Ezzel, hogy így bekapcsoltam a gépet, és 15 gigabájtot megosztottam. Nyilván ezt jól lehetek, hogy ez a csomag még nem az lesz, amivel fog változtatni az életüket. Ez egy gyakorló csomag, tulajdonképpen egy diák csomagnak is nevezhetnénk. Egy olyan csomag, amivel el lehet indulni, meg lehet nézni, hogy hol működik a rendszer. Én, hogyha valaki ezzel a csomaggal szeretné indulni a rendszerben,
akkor is nagyon támogatom és örülök neki, és segítem lévő munkáját. Az a tapasztalatom, hogy aki ezzel a csomóval indul, egy nap, két nap, öt nap, tíz nap, két hét múlva update-el, és magasabb csomagra vált, hiszen meglátja a rendszer működését, és ez a mindenkinek a saját döntése, mint ahogy az is, hogy ő csak vérgarással foglalkozik, mert szeretné tovább ajánlani. Nem kötelező tovább ajánlani, tehát nem kötelező bárkit behozni az üzletbe. Viszont nagyon megéri, erről a végén fogunk beszélni. A következő csomag, ez a silver, amiben az arányok ugyanilyenek. Tehát ugyanilyen 2,5-szeresét kapja vissza az adott személy egy év alatt, csak itt már mások a számok, 597 dollár az indulás, és ennek a 2,5-szeresét kb. 1492 dollárt kap vissza valaki egy év alatt, az esetben, hogy minden nap meg volt a 10 óra. Naponta 4 dollár 9 cent. Ezt már úgy lehet szabad szemben is látni, és így ezt minden nap megkapják a bevőtámat, és minden nap látják, hogy tömegszik a adott bérgardáshoz származó jövedelem, mert egyáltalán a rendszer külön számolja a bérgardásból, és külön a ajánlási bónuszokból származó jövedelem. Ezeket én úgy szoktam, hogy minden hónap végén lementem, és megköszönöm, és megnézem, hogy hogy állok ezzel kettő együtt. És körülbelül így 4,5 hónapig foglalkozom az üzletem. A következő csomag pedig a Gold, 1577 dolláros indulása. Hogyha esetleg valakinek most így a dollár árfolyamok kérdés a fejlő, és most éppen szorozzak a szobat, akkor elmondom, hogy a 125 dolláros csomag az körülbelül 35 ezer forint indulási összegekkelen, és abból körülbelül 90 ezer forint lesz egy év alatt. Hogyha a szívvel nézzük, akkor az körülbelül 168 ezer, 170 ezer forint indulás, és a végén 401 ezer forint lesz belőle egy év alatt, hogyha folyamatosan bekapcsolva tartom a gépemet, tehát mindig a 2,5-szeresen. A Gold az 1577 dollár, ez körülbelül 440 ezer forint körül van. Ez egy viszonylag ritká össze, mert valahogy érdekes a Goldot azt nem olyan túl gyakran választják, a Silver meg a Platinum sokkal inkább, de ez talán oka biztosan. 1577 dollárból 3942 dollár lesz egy év alatt, és itt már ugye 10,8 ezer dollár per nap, ami bejön, 180 gigabájt megosztással. Egy laptopon, ez az én laptopon 500 gigabájt van, de ez még egy kicsinek számít, most már fiatalokat kérdezem, de egy terások is vannak, tehát vannak simán, tehát most már azt mondanak, hogy 320 gigabájt, amit a Patinánál kér a cég, az minden laptopon megtalálható, de használható külső VHS-el is a rendszerben, ahol megfelelő tárhelye van, benne állítani, hogy alkalmazkodni meg, csak nyilván nem kell közül kihúzni a gépből, mert akkor nehezebben találja meg. És így ez a csomaghoznál 19 dollár 2 cent változik napi szinten, azt már, hogyha felszorozzuk akár a néző forintban, hónapra betétve körülbelül 160 ezer forint. De azt számoltam, hogy ott van a laptopon, hogyha egy ilyen csomagot ráteszek, 160 ezer forintot keres nekem. És csak annyit kell, hogy be kell kapcsolni. Ilyenkor szoktam írni persze az áramszámlával, de mondom, hogy áramszámlát ki lehet belőle fizetni, 160 ezer forintot tud keresni a laptopon. Ami szerintem egy jó fizetés, van egy munkatárs, aki ugye álmodszal ezt a dolgot, hogy nálunk számítógépet keresni találtak. És ezt a keresni, nem is van. De tényleg így van. Lehet, hogy a kapuka se keres annyit munkahelyen, pedig ott állapon be kell jelenteni, reggel szól mindig. Az meg csak, hogy megy, meg a kapcsoló, és akkor közben keres a pénzt, és minden nap képzeljék el, megjönnek ezek a 19 dollárok, 4 dollárok, 10 dollárok. Én ezzel csodálkoztam. Első körben azt hittem, hogy ez egy játék pénz. Mindaddig, amíg elkezdtem fizetni vele, egy boltban, és akkor néztem, hogy kártyát érjük a lehúzásra, és akkor működött. Mégis csak valódi dollár. Olyan könnyen jönnek ezek a pénzek, hogy picit már attól tartom, hogy játék pénznek minősül, de nem tényleg valódi dollárról van szó. Tehát a gazdag csomag, ez egy körülbelül 700-780 ezer forintos indulás, és ebből egy év alatt közel 2 millió forint lesz. Hogyha leveszünk belőle a betett pénzt, akkor 20-150% maradt, amit mondhatunk kvázi hozamnak. Én azt mondtam, hogy ha inkább kérdeztem a pénzet, és kicsit ráfordítok energiát, időt, internetet, meg egy számítógépet beállítok, akkor ezzel egészen meg tudom alapozni, stabilizálni a dolgokat. Csak hát annyira elindult az üzlet, annyira nagyra lőtt, hogy aztán 2,5 óra után ott kellett vennem az ekobiztosítót, ahol dolgoztam korábban, mert innen lényegesen több pénz jött be, sokkal többet cseszegettek engem ezen a dolgokkal,
Itt meg elég a szabadságban, és azt csinálom, amit én szeretek is csinálni. Tehát ez mindenkinek a magadott, és én nem mondtam az agyáknak a helyet azonnal, rájön majd 2 hónap múlva. Oké, tehát ezek a csomagok így működnek, és tudják meg tapasztalni, hogy bármelyik csomagot választják, hogy ezek a csomagok így hozzák a napi bevételeket. Ki lehet számolni, hogy azért elég sok Excel táblát lefuttattunk ebben a témában, hogy ők 146 nap alatt pontosan visszahozza a vetett összeget, és utána a buszterben. Tudom, megkérdezik sokan, hogy miért kell csomagokkal indulni, miért nem lehet csak kineszerződni, hogy én miért akarok adni. Erre 2 válaszom van. Az egyik az, hogy sokkal jobban megerősíti azt a kedvet, reggel, vagy este bekapcsolja a gépemet. Tehát a maga bérkadónak a fegyelme sokkal nagyobb, ilyen szempontból, és ez fontos a károsznak, de a napi 10 óra összeadódik különböző időzónákban, de most már többi 40 országból. Ez nagyon fontos a károsznak, hogy a cégeknek ne kell azt mondani, hogy elnézést most még nem tudunk ebben a hozzáférést biztosítani, mert valami még nem kapcsoltak a gépét kecskeméten. És ez nagyon fontos, hogy a hozzáférés legyen egyfajta ilyen megerősítés. A másik, azt pedig, hogy ki tudjuk fizetni belőle a cég, ki tudjuk fizetni a hálózati építőket. Például engem, vagy önöket, vagy bárkit, aki hálózatot szeret építeni, hiszen a csomagdíjaknak a bizonyos százalékát, erről még lesz szó megint, azonnal azon a cég is hozta a cég a hálózati építők között. 250%-ról beszéltem, nekünk számítógépet, energiát és internetet kell hozzá biztosítani. Hogy miért fontos ez a terület? Hát egyre több eszköz kapcsolódik az internethez, egyre több eszközön azt értem, most már nem csak számítógépről tudunk beszélni, korábban csak azt a gépekről beszéltük. Aztán jöttek a laptopok, szerintek a táblagépek, de most már jönnek a telefonok is. Már mindenkinek a telefon is eleten van, és az eszközök száma egyre nő, és egyre nagyobb a piac, egyre több az adattárolásnak az igénye, de látjuk azt, hogy 90%-ának az adatoknak az utóbbi 2 év során töltötték fel. Hát mi lesz az után? Ezeknek abban erősített meg, hogy a cégnek van jövője, van jövőképe. Tudom azt, hogy rengeteg olyan technológia van még, amit még ezután fog bevezetni a cég. Először 2-3 évre, de aztán előre, hogy 2-3 év, utána 5-7 évre, hiszen az IT igazgatóval is beszéltünk ebben a témában, és elmondta, hogy 5-7 évre már megvan a koncepció. Azóta most már 10-20 évről beszélek munkatársának, és lehet, hogy jövőben is majd ki fog tolódni. Egy függvény van, egy dolognak a függvénye ez, az információnak. Mennyit tudnak a cégről, mennyire ismerik a céget, mennyire néznek utána mélyebben, és mennyire ismerik a vezetőket. Ugye ezt már lehet fokozni még innentől kezdve, ez az egy első találkozás sok embernek. Az üzleti modell, amiről azt mondtuk, hogy a 21. század üzleti modellje, az arról szól, hogy hogyan lehet hálózatot építeni ebből a rendszerből, hogyan lehet olyan rendszert kidolgozni, ami igazságos, megfizeti gyorsan a hálózatépítőket, nem kell évekig, hónapokig, több 10 évig várni ahhoz, hogy komoly jövedelem jöjjön a rendszerből, hanem viszonylag gyorsan tudja jönni, azért, hogy motiváltak legyenek, energikusak legyenek, jó kedvűek legyenek. Ebben a rendszerben képzeljék, én még nem találkoztam eddig csalódott emberrel, még az sem csalódott, akinek van egy standard csomagja, és ott tudja a gépet is nézegeti. Annyira boldogan tudják nézni a napi 80 centeket, és akkor mondom, jó, hát akkor nézegesdék. Ha úgy gondolt, hogy már nagyobb szentet szeretnél nézegetni, akkor tudsz csomagot látni, hogy kiszólni valakinek. Én nem akarok szólni senkinek. Jó, akkor ne szól senkinek. De ebből a rendszerben nem lehet elégedetlen ember, mert mindenkinek termel valamennyit. Jó, mondjuk az elégedetlen, aki mondjuk semmilyen információt nem hallgat meg, és elfelejti a kapcsolni a gépét, és a reklamák jönnek otthon pénzt. Na hát azokkal megbeszéljük ezt a kérdést, hogy miért nem, de aki vállalja, amit, vagy amit csinálja, amit vállalt, az meg is kapja az adott bérbeadáshoz szükséges dolgokat, és gondolok itt elsősorban a dollárokat, hogy a cég a dollárban fizet napi szinten. Most mondom azoknak, akik az adózást szeretnék megkérdezni, hogy külföldre származó jövedelemként kell ezt ugye adóbevallásba szerepeltetni, és most aktuális műtőről 16% lesz járt, utána fizetni. Valaki egyszer azt mondta, hogy előadás, hogy jövőre 15 lesz. Nem tudom, hogy önök ezt mondjátok, de ez mindenkinek az egyéni felelőssége, hogy ezt az adóbevallásban szerepeltesse. És hogy miért hálózati marketingben gondolkodik a cég? Azért, mert rengeteg ilyen szó mellette, hogy hálózatban indítsanak egy ilyen fejlesztés, hogy adjanak lehetőséget arra bárkinek, különközül vagy közöttekkel is, hogy bárkinek, aki ezt kapcsolódik, hogy tovább ajánlhassa az üzletet.
Ez olyan, mintha lenne egy boltjuk, esetleg van valakinek boltja, valami élelmiszer volt, mert fodrászat, igen. Ugye jönnek a vevők a boltba. Ez egy abszolút egy központi marketing, hiszen az értékesítés az a tisztán a bolt tulajdonosnak a célja, és ő szeretne minél több vevőt. Következő lépés, hogyha a vevőket érdekelté teszem, ahol ők is hozzanak tovább a vevőket, ezt már úgy lenne a marketingen kívül, szerintem kérdekelt abban, hogy hozzon tovább őket, jó, hogy picit meg kell őket fizetni, nem is kicsit akár, érdekelték el őket tenni, hogy miért hozzanak a következő őket, itt most ez történik, mert azért hívtuk ide őket, hogy ha akarnak, akkor próbálják ki a teszteljék a bérbeadást, és ha van kedvük, akkor hívjanak újabb embereket és rendszerbe, meg fogjuk mutatni azt is, hogy milyen módon lehet ebből részesedni. Van egy nagyon egyszerű direkt marketing értékesítési szisztéma, ami az első kettő mélységről szól. Arról szól, hogy önök behoznak valakit ebbe a rendszerbe, akkor mennyi jutalékot kapnak. Ez elmondható 15%. Az új csomagdíjának a 15%-át hoznak meg is kapják. Szólnak valakinek, ő megfizet egy szilárd csomagot, másnap reggel ott van az ön számlájában, 90 dollár, 81 dollár. Ezt valaki már tapasztalta? Igen. Hát én is csodálkoztam, hogy honnan jutott össze ezek a pénzek. Aztán mindegyiket végignéztem, hiszen minden sorban kiírja a beiratában, hogy melyik pénz kitől jött, és azt is, hogy hány százalék, és azt is néztem, hogy miért nem jött, és mindegy kiszámoltam. Első mélység, tehát 15%, a második, amit már nem önök fognak behozni, az 10%. Tehát az már azt az ember fogja be, az ember fogja behozni a rendszerbe, akit önök behoztak. Tehát a második mélység, 10% is. 10%-ot önök kapnak. Ő mennyit kap? 15-öt. Igen. Tehát már 25%-ot szétosztottunk eddig a csomagdíjból, és mondtam, hogy körülbelül 60%-ot osz szét a cég. Na most a harmadik ilyen lehetőség, a harmadik mélységből, az már egy kicsit a szeretet. Nem ilyen bemutatom, hogy ez hogy működik. 60%-ot tud a cég kiosztani, azért, mert nincsen olyan költsége, ami egyébként más cégeknél felmerülhet. Tehát nincsen amortizáció, nem kell gyárakat építeni, nincs termelés, nem kell logisztika, nincsen szállítás. Minden ott működik az üzlet, ahol van internet. Nekem van a bizonyításaim Németországban, Dubajban, Abu Dhabiban, hát ők közeli városban. Aztán vannak nyilván Magyarországon, van Szerbiában, és Németországot már mondtam, de van Olaszországban is, és Romániában. És nem tudom, hogy már most éppen mióta beszélek, melyik országon ment tovább, mert nem lehet tudni, hiszen az én ismerősöm ismerősének az ismerős, már lehet, hogy ott olyan helyen él, Nyug-Amerikában, ott is van direkt, ahol nyugodtan ki lehet menni, hogy még jobban ismerik a dollár, mint nálunk, elfogadják, szeretik, fizetnek vele, hát akkor miért nem? Ahol van internet, hogy működik az üzenet, ez nagyon tetszett, és az is tetszett, hogy 60%-ot a cégekből visszaad. A harmadik mélység, amiről beszéltem, ott már fontos az, hogy valamilyen szinten minősül az ember ahhoz, hogy ebből különböző jutalékot ki tudjon venni, ez 3 és 30% között lehet. Itt most így gyorsan megmutatom a teljes karrierrendszert, nem kell megjegyezni, csak azt kell nézni, hogy a 3%-os asszisztant szintől, hogy lehet eljutni egy 30%-os chief ambassadori szintig, ez csak a harmadik mélységet jelenti. Tehát a harmadik mélység 3 és 30 között van. Az első kettőből mindenki tud részesedni. A harmadik volt csak azok, akik minősülnek. De mögött olyan egyszerű minősülni. Itt van például az első szint, asszisztant. Megkérdezem közben, hogy tudnál még beszélgetni? Ah, itt van. Jó, ezt a részt még bemutatom, és akkor végén a szoktuk át, illetve az a információ, amit ehhez hozzátesz, hogy ezek információk, amit elnyilván itt a atya ennek a rendszernek sokkal jobban tud ő, de végül is elmondja, hogy mit fűz ehhez hozzá. Az első minősülés az asszisztant. 3% azt kell hozzá, hogy itt legyen ön, és 3 olyan vonal, akinek legalább van egy csomagja. A csomag azt jelenti, hogy szilver, gold vagy platina, hiszen a minősülésben a standard csomagok nem számítanak bele, tehát azokat nem kalkulálják a rendszer. Tehát ha önnek van legalább egy szilver, vagy egy gold, vagy egy platina csomagja, és van 3 olyan munkatársa, 3 különböző vonalon, akinek szintén ez megvan, akkor azt hiszem, szinte minősül. Mennyi idő alatt lehet ezt önök szerint elérni? Óvatosan nagyon. Egy óra.
két óra, egy-két óra, így van. Mondhatnánk azt, hogy egy nap, mert egy napon csak egyszer fut ez a process, éjszaka, amikor az összes bűnösülést kiszámolja, és az összes bónusz kiszámolja a rendszer, és reggel, vagy egy idő szerint 10 órakor legkésőbb ott vannak a különböző számok. Most itt nekem volt itt egy kollégám, aki most tegnap bűnösült, Zoltán, asszisztant szintre, de még most van egy-két hete a rendszerben, tehát tapasztalják ezeket a bűnösüléseket, és van már ilyen magasabb szintű bűnösülés. Ezt egy nap alatt el lehet érni. Tehát, hogyha valakinek van egy szíve, egy gól, egy patronás sorra, és behoz három embert egy napot, akkor azonnal el tudja érni. Ez még könnyű. Egy picit nehezebb, van egy jazz szint, amihez nem az kell, hogy három csomagval rendelkező munkatársa legyen, hanem három asszisztantom legyen. Ugye itt van egyik asszisztant, másik kettő. Hogyha ez a rendszer megvan, és nem fontos a direkt vonal sem, a lehetőségben is asszisztantom, az is különbözően beszámít, lényeg az, hogy három különböző vonalban legyen ez, akkor én menedzser leszek. Menedzser szinthez már legalább egy hétig az a tapasztalatom, de nem biztos. Nem biztos, van, aki sokkal gyorsabb lehet, nekem kellett egy hét hozzá, én voltam olyan gyors. Viszont a következő szinten, amikor valaki utolér, tehát szintén menedzseri válik, akkor nem működ a rendszer, hanem ott elkezdődik, akkor én elő tudok lépni magasabb szintre a senior manager 7%-os mélységi bónusszal. Ezáltal, hogy kinevelt egy menedzsert. Egy vonalon. Van olyan munkatársam, aki a menedzseri szintre a senior manager 2 nap múlva lépett föl, mert elő volt készítenek egy olyan vonalat. Érdemes, hogy érdemes abban, mi volt itt a kérdésünk. Igen, ez a része még azt mondom, hogy nagyon gyorsan abszolválható és elég könnyen el is érhető, de azért, ha kiszámoljuk, hogy egy menedzseri csoportban minimálisan mekkora csomagdíjak érkeznek be, minimálisan a legkisebb összeg nem lehet. 13 csomagról beszélünk, nekem, plusz 12 ember, tehát 3-nak, az a 9-nek 13 csomag. 13 legkevesebb szilver csomag kell hozzá. 13-szor 170 ezer forint. Ez egy elég komoly forgalom azért, és az elég, hogy fogom ezt összehozni. Egyszerűen magától megjött, pár nap alatt. Azért, mert az emberek megértették, hogy nekik az érdekük ez, az emberek megértették azt, hogy ha minősülnek, akkor nem veszítenek el a bónuszokat a harmadik mélységben. Milyen gyorsan lehet a harmadik mélységben érkezni? Nagyon gyorsan. Egy-két nap. Én azt mondom, hogy nem várjuk sokat a minősüléssel, ha elkezdik, mert, és akit a hálózat rész érdekel, mert nagyon gyorsan lévő a rendszer. Ha van három olyan vonaluk, ahol már menedzserek vannak a rendszerben, akkor master szintre kerülnek, de most éppen ezen a szinten vagyok. Én remélem, hogy már nem túl sokáig. Nem azért, nem visszaesek, nem is visszaesek is az ittekről, hanem azért, mert már egy következő, ami jobban érdekel, csak az egy picit nagyobb lépés. Ha van három menedzseri vonalakban, akinek akkor master lehet, 10%-os mélységi bónusza, ez már egészen jó fizet. Hogyha van 6 olyan vonalon, ahol menedzserek vannak, akkor már senior master szintre kerül, és akkor már még jobban fizetnek, 2%-os mélységi bónusszal, és 6 olyan menedzser vonalon. Na hát én most ezen dolgozom, hogy ezt elérjem. Szerintem, ahogy így gondolom, hogy 2-3 hétben kell hozzá, de nagyon rajta vagyok, és ez egy külön stratégia, hogy hogyan építik ezen valaki. Ezeket érdemes konzultálni mindig a felső vonalat, aki önöket írta, és azt javaslom, hogy bármilyen kérdésük van, nyilván itt most feltehetnek majd a régi kérdéseket, de hogyha ilyen, hogyan építsem a hálózatomat, mennyi, milyen csomagra induljak, stb. Stb. Ezek mind a felső vonalatól kérdezzék meg, hiszen ők abszolút érdekeltek abban, hogy önöket olyan lehet a segítség, amire a legjobb lehet. Aki pedig úgy jött ide, nem tudom, vannak-e olyanok, akik úgy jöttek ma ide, hogy teljesen csak érdeklődő gépen, még nem beszéltek senkivel, csak úgy regisztrálnak egy weboldalon, tehát info alapján vannak ilyenek? Akik? Nem olyan sokat, úgy lehet, hogy mindenkit általában meghívott valaki, tehát a meghívójuk azt mondja, ha pedig valaki csak úgy keresett, mert meglátta a neten a rendezvényt, akkor pedig Kovács Gábor házi hozzához fordulja, legyen szíves. Na, tehát a Senior Master azért működik, az executive szinten úgy, hogyha már 60-on 6 masterem van, ez már egy kicsit húzós, ezt már csak jövő nyáron van ebben állni. Úgyhogy itt már egy picit jobban le kell koncentrálni, de az egész arról szól, aki már dolgozott ilyen hálózatban, hogy vezetőket kell fölnevelni a rendszerben, és ez még nagyon jó, mert jó az ember, aki vezető lesz, és jó neked is, aki vezetőt felnevel. És
mutatom gyorsan tovább, látják a különbözőt. Ez most még nem annyira fontos. Olyan szempontból fontos, hogy benne van a rendszerben, de most még önöknek nevezesz az elsőtés, hogy hogy lehetek mondjuk fanterába a hosszú távon igen. De ezeket van, amikor eljövjük a master szintet, onnantól kezdve nagyon részletesen átbeszéljük, és ott mindenki a saját vezetőjével végig gondolja, és végig tervezi ezt a stratégiát. Annyit még hozzáteszek, hogy 30%, 25-öt osztottunk ki ugye első két szintre, 30%-ot a harmadik mélységtől a végtelen mélységig, és van még 5%, ami 60-hoz kell, az pedig különböző vezetői bónuszoknak kell a kiosztása. 1% például az executive szintől kezdve az a Bajji Boons, ami 5 mélységben jár, és a munkatársaknak, aktív partnereknek jár a bónuszoknak a 1%. Hát ez már nagyon komoly, ezt mondom, jövőjárban meg akarom tapasztalni, hogy ez mennyi. Csak majd elmondom, de nem tudom most még kalkulálni sem. Vezető támogatási bónusz, a partnerek forgalmának 1-2%-a, szintől függően, van a generációs bónusz, a struktúra két legerősebb vonalának forgalmának 1%-a. Hát igen, ezek még olyan pontok, amiket nem lehet őkben tervezni sem, de azért a cég még csak megtervezt. És ugye mutatok egy táblázatot is, hogy egyes szintekre mekkora jövedelmet kalkulált. Ha valakinek van olyan cége, ismerőse, cégvezetőstől, aki az IT szolgáltatás irányt érdeklődik, tehát nem a hálózatnak a építenem szeretne biztonságos lehet a cégének, arra is fizet a cég jutalékot, ennek szintén a felső vonal adja a leginkább az információkat. Ezt a cégvezetőt össze kell hozni a káros vezetőkkel, megállapodnak, és abból önök tudnak jutalékot kapni szintén. Megmondom őszintén, hogy nekem nem ez volt az első prioritásom ebben a szervezetnek, de egyébként találkozunk olyan cégekkel, akik érdeklődnek a káros szolgáltatása iránt, főleg Dubajban érdekes módon, ahol sokkal nagyobb a biztonságra való igény cégeknek azt látom, meg a speciális az internet hozzáférésük is, mert bizonyos dolgok le vannak kívülva, és nem működnek, csak a károszok jelentők például. A pénzkivételről még néhány szó, és aztán hamarosan átosadom a szót a dokának. Ez is fontos része, mert ne csak kicsit a pénzt, hanem ki is tudjuk benne a rendszerből. Bármilyen bankszámlára vagy bankkártyára kiutal a cég, tehát ettől nem kell tartani, akármilyen bankszámlát megadhatnak, viszont van egy speciális szerződése a cégnek az IP-rendszer. Ez egy angol internetes bank, akinek ahová a cég díjmentesen utalja ezeket a bónuszokat, havonta egyszer, a utalás díjmentes, kártyának a használata, vásárlása szintén díjmentes, viszont van egy kártya, éves díj, 35 dollár, csak dollárban a kártyának kérnek, az 29 euró, mert valaki már ilyet kér tőle, nyilván Németországban egyszerű, hogyha eurós kártyát kérnek a Szlovákiában, de eurós vagy dolláros kártyával, ennek a kiutalása tehát díjmentes, és ezt a kártyát lehet használni vásárlásra, lehet automatából pénzt kivetni. Tehát úgy működik, mint egy normál domborúban Mastercard kártya, PIN kóddal, aktiválnék, stb. Tehát ezeket a, nekem ez a kártya a megrendelésre számítva a 6 napon belül megjött Magyarországra. És itt van az a táblázat, amiben a cég összefoglalta azt, hogy egyes szinteken milyen jövedelmeket lehet prognosztizálni. Havi szinten látják a táblázatnak az első sorát, asszisztant 750 dollár. Ezt én asszisztant lettem, elértem. Menedzser 2500 dollár, pipa, ez is meg volt, mert töltöm. Szerintem a menedzser 3700 dollár, ettől is többet értem el. Azt hiszem, hogy ha mindig többet érek el, mint amit kiírtak ide a táblázatban, akkor az jó lesz, mert az utolsó sor érdekelt főleg a pipa-ambasszat, ez a 4 millió fölötti összeg, havi szinten. Na hát ez már egy kicsit azt mondom, tesztelésre szorul, tehát addig el kell jutni mégis, ez bele tehet akár 2 évben is, 3 évben, de legyen 5 év. Ha 5 évig dolgozom ebben, és közben azért meg tudok keresni havonta, most ugye az én szintem, a master szint, 11.000 dollár havonta, az úgy elveszett addig, amíg elmegyem a legmasra szintet, gondoltam én magamban. Na hát a modellezés az a cégnek a modellje alapján készült, és ezt a modellezést Kassian Szotokár végezte el, és én azt szeretném, hogyha innentől ő beszélne arról, hogy mit tud adni ez a cég, azon túl, amit én elmondtam önnek. Köszönöm szépen a figyelmüket, nagy tisztelettel, Kassian Szotokár! Nagyon szépen köszönöm, György, szépen kívánok mindenkinek. Első, amire szeretném volna kezdeni, nagyon szépen köszönöm Gábornak ezt a gyönyörű termet, a gyönyörű
rendezést, Gyulának a prezentációt, és ma lesz még szó, meg természetesen engedélyedek a bemutató igazgató az embereket, akiknek köszönhetően a magyar csapat ilyen szép, ilyen jó, amilyen. Engedélyedek el visszalapozni egy picit, nem az ötben túl rosszul mondtam, hanem megállnék egy másodpercre. Van egy nagyon érdekes slide, és ez pedig ez. Nem tudom, hogy hallottatok-e, hogy tegeződhetünk egy fél órára? Visszatérünk majd magázásra, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy hallottatok-e, jól emlékeztem, mint az Oxford. Igen. Hát most képzeljétek el, hogy valamikor 10-12 évvel ezelőtt bekérték az Oxfordot, hogy legyen már egy ilyen teszt, ami alapján egy quick test, egy gyors test, ami alapján meg tudjuk mondani, hogy jó ez az üzleti terv, vagy jó ez az üzleti ötlet, foglalkozzunk vele, fogunk-e pénzt keresni, jövedelmet, meg stb. És az Oxfordba kihoztak egy 5 pontos oxfordi quick testet. És ennek az első az volt, hogy trend. Azaz, hogy az üzleti lehetőség trendben kell, hogy működjön. Most a kérdés csak annyi, hogy tudtok-e róla, hogy az IT az trend? Nem mindenki volna, másképpen kérdezem, van-e valaki, aki nem használt internetet még soha? Én szerintem is kihaltak már lassan azokat őslakók, vagy őslakók, de a másik kérdésem az, hogy az IT szolgáltatásokat használjuk-e? Ez is kérdezik a magyar nyelvéről, mert az eredeti anyanyelv a perui, úgyhogy egy picit-picit rosszul beszélek magyarul, nézzétek el, nekem legyetek szívesek. Internet. Van-e valaki, aki nem használja? Van-e valaki, aki úgy tud fölkelni reggel, hogy nem nézte meg, hogy na mit mutat a kis okos gépen? Ugyanúgy egyszer kezdődik a napot. Hogy jött egy e-mail, Viberen, hó, miért, nincs internet, ilyen, mit csináljuk, hova fizessek, gyors, ugye? Ezt már megszoktuk, mert ez már egy élet jel nálunk. Ugye a közösség. A Gyulat nagyon megmondta azt, hogy közösségben, szabadságban szeretnénk valamit másképp csinálni. És az igazat megmondta, az igazat megmondta, a közösség a legfőbb célunk. Nem tudom, hogy tudtok-e róla, hogy az embereket már a pénz nem motiválja. Nem fogják elni, de ha magatokban néztek jó mélyre, észreveszitek, hogy a pénz az már nem fontos. Tudom, hogy furcsa, de próbáljátok meg otthon lesztek, nyissatok egy üveg bor, egy pohárkával töltsétek magatoknak, és gondolkozzátok el, hogy mire kell a pénz. Pénzért kell a pénz? Nem. Mire kell a pénz? Mire szeretnél többet keresni? Azért, hogy legyen otthon pénzed? Nem. Mire? Bármire. Egy új autóra, új lakásra, új aranyosra, stb. De a pénz nem azért kell, hogy pénz legyen. Ezt próbáltam megérteni, mert nagyon fontos, nem hogy a pénzért kezdjétek el a Kairoszt. Jó? Azért kezdjétek el a Kairoszt, mert a Kairoszt a leggyorsabb úton el tud vezetni a célhoz. Ennyi. Jó? Azt tettem észre, már több éven dolgozok network marketingben, azt tettem észre, hogy általában még azok is, akik mondják a színpadon, hogy hát gyerekek, én nem a pénzért kezdtem, a pénzért kezdték, de azért, hogy megvalósítsák a célt. És sok gondol meg ma este, nagyon bízom benne, hogy nem fogsz aludni, hogy mire kéne neked több pénz. És most azt képzeld el, hogy rengeteg pénzről van szó, és legális módon meg úgy megkapod. Szépen leadózod, és lesz belőle. És holnap is lesz, és egy holnap múlva is lesz, és 15 év múlva is lesz. Ilyenbe kezdtünk gondolkodni. És nagyon örülök annak, a vezetőim, a partnereim már ismerik a cég vezetőségét is, hogy ugyanúgy gondolkodnak.
A cég tulajdonosai milliárdosok fennmaradt a Forbes-ban. És jól öregek. Bár nem a pénzért csinálják. Ezért kéne, hogyha minél több céges találkozó este eljönnél a jövőben, hogy ezek az emberek megismerjed. Jó, megígéred? Oké, köszi. Mert ugye az ember saját magáért nem tesz semmit másnak, amelyik én megteszi. Hogy ő nekem ígér meg, jó? Monopólium. Dolgoztál egy olyan termékkel, ami monopól. Amit sehol máshol nem tudsz vásárolni, csak itt. Volt ilyen experience? Tapasztalatod? Dolgoztál egy monopól technológiákkal, vagy monopól áruval? Hát nagyon ritkán. Anyósan, de aranyos az monopól. Olyan még egy nincs, ami a tiéd. Köszönöm szépen, általában mindig megkérjük a profi tudósítókat, hogy igazolják, amit mondok. Köszönöm. A monopól technológia mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy a konkurenciánál nincs. Most biztos vagyok benne, hogy ezt többen is elmondták neked, hogy meg több cégben is hallottad, hogy ilyen termék nem létezik, csak nálunk nő ki a hatodik újat, meg ilyesmi, mert biztos, de általában azt vettem észre, hogy az a termék, ami monopól, és neked eladják, az általában tízszer drágább, mint az üzletben, és nem mindig monopól. Na most itt miről beszélünk? Egyetlen egy cég volt a világon, egy IT cég, aki azt állította, hogy az ő internet technológiai nem lehet feltörni. E-mail, cloud, vagy felhő, stb. Hát a cégnek még neve is volt, Kruskin. Nem tudom, hallottál-e róla? Többen hallottál, oké, szuper. Na most, nem tudom, akkor biztos azt is tudjátok, hogy ilyen 6 hónapban ezelőtt a Kruskin a weboldalon felírta, hogy elnézést, de mától már nem tudjuk garantálni termékeink biztonságát. Ez nem a mi munkánk, csak így lehet, nem így csináljuk. De nagyon jó lett, mert azóta csak ott rájössz, hogy a biztosítani. Jó? Ezért, ha valaki netántán tőle, vagy te megkérdezed magadtól, vagy tőle megkérdezik, hogy most miért is használjam a kályhoz? Mert egy drága a termék, vagy nem drága a termék? Hát te drága, de mivel hasonlítod? Konkurens termékkel? Melyikkel? Figyelj, ha neked egy tömegetlen e-mailre van szükséged, akkor azt csak így tudod megvásárolni. Ha egy lábadatlan telefonra van szükséged, csak így tudod megvásárolni. Akinek IT kérdése van, azt majd később este után meg tudjuk beszélni, nem mindenki érti ezt a nyelvet. Én már abszolút otthon vagyok ezekben a témákban, pedig a Gyuri barátom az több mint 20 éve is, mert életemben soha nem tudtam törölni a komputerre, mint azt, hogy Ctrl-A-delete és Enter. Jó, szerintem többen is vagytok, emeljük fel a kezünket, oké? Sziasztok! Jó, következő kompenzációs terv. Miért fontos ez? Most megkérem a kamerát, hogy csak a vászont figyelj, nehogy már valakit levideózzunk és azt majd visszanézi, de van-e a terve valaki, aki épített már legalább valaha egyszer egy hálózatot, vagy hálózatban részt vett? Nem mondjátok. Hát rendben vagytok. Jó. Akkor tudjátok azt, hogy hogy működik egy hálózat körülbelül legalább, ugye? Mert ugye más cégek máshol, de egy csomó-csomó olyan dolgot tudtunk kioperálni a Kairos Marketing tervből, ami nektek ott nem tetszett. Ezt ma bizonyítani fogom, oké? Oké, hogy most külföldéssel támasztotta a partnerünk, hogy igazam van, de azért szerintem, ha ez a négy van pipálva, akkor az az üzlet, ahová ez ki van pipálva, jó. Ezt nem mi mondtuk, de
ez szerintem neked is segíteni fog az életben, a jövőben. Oké, haladunk. Tudnám, hogy így jó. Ez már jó a minden, és nem tudom, hogy miért. Viccelek? Egy picit térjük ki szemadámázatra. Ugye Gyula mondta azt, hogy azt tette észre, amikor elérte az adott szinteket, akkor ő többet keresett, mint a tábla írja. Ezt meg szeretném magyarázni egy pillanatra csak. Ezeket a kifizetéseket úgy számoltuk, úgy modelleztük, hogy nem mint hálózati építő vagy vezető 100%-os regisztrálásokból a csapatodban, 33% kis csomagot regisztrálsz, 33% középső csomagot és 33% nagy csomagot. Oké? Ettől átlagos a havi jövedelme. De most, ha te megtanulsz csak nagy csomagokat regisztrálni, meg ezt duplikálod a csapatodba, mert valaki, akinek szeretne több pénzt keresni, mint a mennyi. Jó, akkor azt fogod csinálni, hogy megtanulsz nagy csomagot értékesíteni, és ezt elpublikálod a csapatodba. Általában ezt mondják, hogy így kell. Az emberben már több mint 100 éve. Jó, akkor ezeket a kifizetéseket bátran szorozd négyre. Négyel. Tudod, bár, hogy így emlékszem. Jó, na most egy pár szint, amit meg kell megállni egy másodpercre. Az első az asszisztens. Több országban üzletem, ahogy Gyula mondta, és nagyon-nagyon sok idő, már több mint 9-8 éve járom ezeket az országokat lassan-lassan évről évre. A legtöbb ország, amit én képviseltem, ez nem volt sok, csak 65. És egyet, amit észrevettem, hogy általában a minimális és a közép fizetés az nem több mint 500 euró. Az Magyarországon is így van. Ez kb. Ugye mindenki többet keresztelem, ezt értem, de általában ilyen 500 euró. Nekünk az volt a feladatunk, hogy a legelső szint már megadja ezt a kifizetést. Mi nem szeretnénk azt, hogyha a mi partnereink még más munkát is csinálnának Károsszal együtt. Mert ugye az a legjobb munkatárs meg partner, aki 100%-osan fókuszál. Én szerintem egy 750 dolláros fizetés mellett már ott lehet hagyni azt a munkahelyet, ami 400 euró vagy 300 euró. De akkor logikus, hogyha az idő 80%-át a munkahelyünkön töltjük, és 20%-át a kárhozatot megvan a 750, akkor mi lesz, hogyha az idő 100%-át a kárhozatot töltjük? Ugye több lesz, a logikus. De nem tudom, hogy mindenkinek van-e a telefonján számológépe. Kérlek, vegyétek elő. Mert ugye oké, hogy én is tudok számolni, de amikor az ember lássa, hogy egy kis összejön. Megvan? Most megkérlek titeket egy nagyon fontos dologra, hogy 2777 dollárnak a 15%-át is számoljanak ki. Mennyi? 416 dollár. Jó? Ennyi? Jó. Ezt szorozzátok, mennyi most a forint? 5 dollár. 276-tal. Mennyi? 119 ezer forint. Hagyjátok még, hogy lássátok. Jó, ne kapcsoljátok ki. Na most, de még folytatjuk mindjárt. Most képzeljétek el azt. Nem így. Van egy ismerős, aki ennyire dolgozik. Havonta. Jó, de ugye mindenki gazdag. Most képzeld el azt, hogy az ismerősödnek hetente csak egy nagy csomagot kell behozni. Jó? Semmi más nem csinál, nem egyben állunk a helyre. Hetente behoz egy csomagot.
Ezt nem a Budapestnek adunk egy nyíltájukat, látom, hogy többen is itt vagyok körülöttek. Úgy beszéltük meg tegnap a Budapesten, hogy 5 napig készülődünk, azaz hétfőtől péntekig előkészítjük magunkat, az attitűdön dolgozunk, fogakosunk, kitakarítunk otthon, elmegyünk egy masszázsszalonba, veszünk egy új fehérjét, és szombaton behozzuk a jelöltet. Ennyi az összes dolgunk. El lehet képzelni ilyen életformát? Most a férfiaknak szólni leginkább, most képzeld el, hogy ugyanúgy otthon fekszel a tévé előtt, de most már nem tud belefődni az anyos. Vagy belétködni. Jó, na most érdekel, hogy a logika 5 nap előkészítség, tudjátok, jó? És szombaton meg behozzuk. Jó? Mennyit kerestünk? 119 ezer forintot. Mennyit dolgoztunk? Ne, hát azért az előkészítés is számít. Mennyit dolgoztunk? Egy hét. Mert ugye a vasárnap az Isten napja. Oké. Na most, hány hét van egy hónap? 4. Akkor ezt az összeget szorozd meg 4-jel. $460,000. Ezt azért mondom el nektek, mert az emberek többsége még le sem lepelevezni magát. Nem tudom, hogy a hallgatottak el egy ilyen írólogot, Don Féla. Ő írta ezt a 10... Szabadulás mutató. Nem így tudtam, de biztos igazam vagyok. Na most ő mivel lett egy óriási tréner? Nem tud elmenni azzal, hogy egyszer lejött egy jelölttel, és elmagyarázta neki egy nagyon egyszerű példával, hogy mi az a network marketing. Azt mondja, hogy most mindenki felejtsen el mindent, amit hallott network marketingről. El tudják befelejteni? Megkérlek, minden felejtsétek el. El tudod-e képzelni azt, hogy van 3 ismerősöd, aki pénzt szeretne keresni, hetente egyszer szombaton behozni egy regisztrációt, 5 napig feküdni a tévét nézni, sörözni, és az aranyos megszabadozni a piacra, tudod, mert hát megyen nekem valami itt a pénz. Van egy ilyen 3 ismerősöd? Nem 10, nem 10 000, 3 darab. Az egész világon. És erre egy életed van, életi időd van, hogy megtalálj 3 embert. Van annyi ember? Van. Most ezt a 3 embert behoztad. Jó? Tudod, mit kell tovább csinálni? Ezt a 3 embert megtanítani, behozni 3 embert. Amikor ez megvan, őket tanítsátok meg behozni a 3 embert. És figyelj, a Domféla addig folytatta, amíg nem volt, amíg 15 000 ember. De csak 3-at tanítunk. Amikor megvan annyi, indítsál el újabb 3 embert. Ennyi a network marketing. Csak sajnos annyi cég volt már nálunk vendégségben, mert ugye nem maradtak. Azt, hogy hívjuk őket vendégeknek, mert jöttek, mentek. És valamiért azt hitték magukról, hogy ez network marketing cégek. Mert én ismerek network marketing céget. Sajnos videókamerával nem tudom mondani, hogy reklám lenne, de egy ábetűvel kezdődik, vagy a vége. Ez egy network marketing cég. Ott van 68 éve, ott van 15 millió dolláros forgalommal. Wow! Ez network marketing. Ott van az FLP, ott van a Nuskin, egy csomó-csomó ilyen cég, amik 10 évek ott van. Swiss Daily. Hallottam ilyen cégek. Ezek jó cégek, mert ott vannak éveken keresztül. És nem tudsz róluk rosszat mondani, mert ott van. Most arra a legelső cég, hogy tudod, ami 15 milliárd dolláros forgalom van,
Van egy érdekes tény. Képzeld el, hogy amikor a cég 15 éves volt, beperelték. Többen tudják, hogy biztos az a sztori, ugye? Hogy? Igen. De most képzeld el, hogy beperelték egy 15 éves céget. Hát ma ez fenomenális információra számít. 15 éve működött a cég, és beperelték. Akkor jött egy rám, hogy ez egy jó játék. Tudod, hány éve beperelték a céget? Nem tudják? 15 évig beállítik. Tehát 15 éves volt, amikor elkezdték, és utána 30 éves volt, amikor elkezdték, és tudod, hogy fejezték be? Beleírták az amerikai törvényekbe, hogy az NBA nem piramis. És képzeld el, 30 éves cég. Úgyhogy a network marketing barátaim működik. Sőt, most van egy cég, amit már tényleg nem tudom a kamerára mondani, amit most pereli. Antimonopol bizottság most fogja pereli egy amerikai óriás céget, ami dollármilliárdokról szól. Azért, mert nem networkben működik. De egy ilyen cégben van szó, aki ti mindenki használod a termékeket otthon van nálad. Amikor kikapcsolja az orrokamerát, megmondom, jó. De képzeld el, hogy egy ilyen cégről beszélünk, és most fogja beperelni ez az antimonopolium valami. Jó, folytassuk. Folytatnám egy master szintig. A master szint örülök annak, hogy a teremben van az a fiatal ember, az az úr, az a partner, aki Magyarországon, hát ő vitte el a rekordot. Nem tudom, hány napon csináltad rekordot ezt a master szintet? Kettő és fél hónap. Kettő fél hónap alatt a master. Hát ez a kérdés, mert egy óriási tapsot. Miért mutatom nektek ezt a master szintet? Nem tudom, tudtok-e róla, hogy a világon 2% ember többet keres, mint 15 dollár havonta. Ezzel értitek azt, hogy a 98 az nem többet keres, mint 20 000, hanem kevesebbet. Ért, jó, oké. Csak tisztázni szerettem volna. Jó, egy executive szint, 18 000 dolláros havi jutaléka bírják. Erre azt tudom mondani, hogy a cégben, ami partnercsak létezik, bárhol a Földön van, az alattam van, úgyhogy látok mindent abszolút. És képzeld el, hogy a legszegényebb executive-on 1000 dollárt keres naponta. Jó? Beszéltem a Gyula arról, hogy mi novemberben, decemberben kvázi indult a cég. Ugye addig volt egy előkészítési folyamat, stb., de november hónaptól ma október hónap van, és már több executive-ról beszélünk. Jó? Nekem azt tetszik a marketing tervben, hogy ezek a szintek könnyen elérhetőek. Ne érts félre, nincs szint, ami mögött nincs munka. De könnyen elérhetőek. Be tudod tervezni azt a munkát, ami alapján eléred ezt a szintet. Nincs nullázódás, ami több cégben logika szerint motiválni kell a partnereket, de valahogy ezt nem vettük észre. Nincs havi kötelezettség, nincs csoport kötelezettség, ezek már nem működnek. És oké, hogy vannak cégek, ami klasszikus network marketingben működnek, és több évek keresztül működnek, de most egy picit nézzünk bele abban, hogy miért minket azok a cégek ma már nem érdekelnek. Mert ha érdekelnek téged, akkor nem lennék. Azért nem, mert nem tőlem mondják, hogy rossz. Nincs rossz cég. Minden cég jó. De minden cég jó. De most
Képzeld el, hogy nem tudom, mert a kamera van, nem tudom megnevezni a cégnek a nevét, de az a 15 milliárd dolláros forgalommal bíró cégről beszélünk. Na ott egy jó szint, az egy gyémánt, két gyémánt szint. Kezdjük egy platina szinttel. Na most a platina, egy jó platina, az egy ilyen másfél ezer eurót keres havonta. Másfél kettőt. Hogy? Sajnos igen. De másfél ezer euró, fix, oké. Okay. Na most képzeld el, hogy elérd ezt a platina szintet, akkor ilyen másfél-három év kellett arra, hogy ezt a szintet elérjed. Most több, mert ugye már többen tudnak a cégről, kevesebb ember, aki nem ismeri, meg stb. Több éve itt van a cég. Na most valaki megmondja, hogy ez kevés. Persze, hogy kevés, de értsük meg azt, hogy azt a marketing tervet 68 évvel ezelőtt írták. Hát most 68 évvel ezelőtt másfél ezer dollár, hát nem egyszer. Hát ez egy magasztját meg lehetett venni. Ugye a cég büszke arra, hogy 68 év alatt nem változtattuk meg a kifizetési rendszert. Hát de nem büszkének kellene, akkor meg kell halni. Hát de már 68 év alatt mekkorát változott a világ. És még egyszer mondom, nem rossz cég, nagyon jó cég. De azok az emberek, akik készen vannak 3 évig dolgozni, hogy másfél ezer dollár kapjanak kifizetést, már kihaltak. Ők nincsenek. Már nem születnek ilyen emberek. De ugye te most azt várod a cégtől, a partnerektől, tőlem, hogy én ma otokát csatlakozok, de a hónap végén nekem kell egy fix fizetés. Ugye ezt szeretnék. És fel. És ezért kellett, hogy a Kairosban megbütyköljük a klasszikus network marketinget, hogy neked ezt tudjuk biztosítani. Ez volt a fix numero uno cél a Kairos kompenzációs tervben. Hogy úgy kezdj el velünk együttműködni, dolgozni, bár ezt munkának nem nevezhető, Gyula is láttátok ezt a mosolyt az arcán, ez nem munka, ez nem meló. Úgy kell, hogy egy hónap múlva már ezekből a jövedelmekből meg tudják normálisan élni. Ez a fix. Meg szoktuk nézni, hány ezer forint lett a végén. Hát ilyen 500 ezer föl. Az már egy jó fizetés Magyarországon. Én hallottam a Gábortól, hogy Kecskeméten ez nem pénz. Úgyhogy szerintem turbózzuk meg egy picit, vagy nem is egy picit, jó? Beszéljünk egy chief ambassador szintről. Na most miért írtuk ki ezt a chief ambassador szintet? Ugye többen is akiknek network-öt építenek, ők tudják azt, vagy tudjátok azt, hogy a legnagyobb kifizetés, havi kifizetés a világon, ez 1.360.000 dollár per hó. 1.360.000 dollár. Ez egy bináris rendszerben van, viszont a új cégben, 2004-től működő cégben, ez az ember, aki megkeresi ezt a kifizetést, ő van legfelül, és alatt az egész világ. A kisnagyobb binális kifizetés még egy ilyen szintet nem lehet elérni. Most oké, hogy a fent álló mókus keres annyit, de szerintem mi azért jöttek, hogy ti keresetek annyit. És nem csak keresetek, hanem találjátok is. Ezért mutatjuk ezeket az összegeket, mert ugye megbeszéltük, hogy négyen kell megszorozni mindegyiket, de ne is szorozzuk. A 4.430.000 dollár kifizetés minimum havonta ott lesz minden egyes chief ambassadornál.
Jó? És egy pillanatra, megint nem azt mondom, pillanatra visszatérnék ezekre a bónuszokra. Mert ugye többen építettek, meg építitek. Tenek? Titek? A network marketinget. És ugye tudjátok azt, hogy a szint különbözetnél való mélységi bónusz, amikor megkapjuk, az nagyon fincsi. De mi van akkor, amikor elértek minket szintbe? Általában leszoktuk állítani ezeket a vonatot, hogy nehogy vigyél el onnan, amennyit gyorsan, Gyurikon nem csinálod egy ilyen szintű vezetőt. És nem segítjük, hanem aranyod! Durva aranyod! De ezt lássuk, ugye? Meg voltunk ilyen network, én többször voltam ilyen, utáltam a szponzorat mindig. Meg ő is engem. Mert összegi volt már egy fél évből behozott, amikor már behozott, én többet kereskedünk, ő is nem kapott belőle soha többet. Hát nem volt olyan aktív. Jó, most mi lesz itt? Most kérdezem, hogy előtt engem a Gyula. És mondjuk 300 ezer dollár kereső, havonta, és alatta 10 ember keres 200 ezer dollárt. És egyetek még 10 vezető, mondjuk nem csak ebből van egy másik szokott is annyi valamából, aki ugyanúgy keresnek. És én mindegyikből kapok 1%-ot. A jövedelméből. Nem elveszem tőle, a cég fizet ki, az 1%-ot nem ő kap keresem, érted? Oké. Mi van tovább? Mondjuk Gyula, meg Sándor, meg Gyuri elértek engem szintbe. Sőt, a Gyuri volt a ügyes, hogy túllépje a szintemet. Hát egy klasszikus rendszerben ez egy halál. Kész. Mit csinálnak a vezető? Más cég után néznek. Nem jó ez a cég. Rosszul fizet. Senki sem mondja meg, hogy ő volt lusta, de hogy a cég rossz. Mert nem keresem, mert lusta vagyok. Most ha tervez van azt, hogy légy lusta, ahogy is fogsz kapni egy vagy 2%-ot szintettől függ ezekből a vonalakból. Jó? Nem mutatok tovább. De a legfinomabbat a végére hagytam, generációs bónusz. Most azt vettük észre, hogy attól függetlenül, hogy ez most binális rendszer, hibrid rendszer, matrix rendszer, klasszikus network marketing rendszer, direct marketing rendszer, általában mindig van két vonal, ami ügyesebb, amit te, mint te vagy. Mindig. A Kairos azt mondja, hogy oké, legyen ez a két vonal, 30%-ot neked, mint aktív partner mellé kell tenni, de ha ezt megteszed, ebből a két legerősebb pivarvonalból az összforgalmának megkapod az 1%-át. Most látod, ez egy szinthez van kötve, konzul szinthez. Ez mit jelent? Amikor te konzul vagy, és tényleg elértek ugye a pivarvonalak, akkor ők is konzulok, ugye? Minimum. Ezért mi ki tudtuk modellezni, hogy mennyi lesz a minimális forgalom alattad, ami 70%. Követte? Jó. Most képzeld el, hogy a forgalomnak az 1%-a az 46 ezer dollár minimum. Hát csak megérsz ennyiből. Oké, hogy nehezen, de... Most mondok egy tényt, ami pszichológiából ered. Amikor az ember elkezd keresni havonta 50 ezer dollárt, és ezt megcsinál 10 hónapon keresztül, a 11. hónapban nem tudja csinálni a pénzzel. Ez tény. Hát többen vannak, akik elérnek, azt mondják, hogy igaz. De elérő. Jó, én azt mondom, hogy legyen egy gyerekalapítványunk, életmentőnk van, fogászatunk van, minden kérdés megoldunk a világban. Lesz mi az oldalkozni, mert az erre is ügyel,
De most képzeld el, hogy a marketingnek a 60%-nak az 1%-a az 46 ezer dollár. Ne hidd nekem! Próbáld ki, hogy igaz. Jó? Van még valaki, aki nem fog csatlakozni? Ezt itt hagyom nektek még, hogy ezt nézzetek el, igen. Én megköszönöm nagyon szépen, hogy ezt küldtétek, és akkor a kérdésekre inkább válaszolni. Köszönöm szépen! Jó, de még nincs az ideje, jó? Oké, jó. Kérdések, parancsoljon! Nem látom fel a modern cég, köszönöm. Tehát, hogy angol bejegyzésű cég, és dollárban száll. Nem tudom, mit hallod a fontról, de általában csak Angliában szokták elfogadni. Mi egy világ cég vagyunk, és több ország vagyunk jelen, és nekünk kellett egy olyan pénz, nem, ami minden országban egyesítve, egyformán tud befolyni a cégben. Köszönöm szépen. Mindenki, igen. Nekem egy kérdésem, mert nem tudom, mennyire mutatnám bele a nézőközönséget. De hogy mutattam, pláne én nekünk magad igazatot biztosan a választ parancsolod. Még a titkosítás, hogy elvetették. Én megkérdezik, hogy lehet akkor elvetni, hogy nem hallják a partnerek. Engem a titkosítás érdekel, nem tudok mérnök informatikus. Elvitették, hogy 256 bites kulcsot használnak. Igen. Nyilvánvaló számomra, hogy ez aszimmetrikus titkosítás. Biztos. Ugye? Igen? Igen, és hogy ez milyen algoritmus. Jó, megfogadszok. Jó, el azt tudom mondani, hogy a mosókor nagyon jó mos. De egyébként november 21-én Budapesten lesz egy óriási rendezvényünk. Pardon, 21-én vezetői, légy master úrod legyél, master. 22-én egy nyílt általános gyűlés lesz, és ott lesz a cég IT igazgatója. Ő biztos tudja erre a kérdésre a választ. Én a felét nem értettem, de értettem, hogy magyarul volt. Úgyhogy ezt köszönöm szépen, de ne haragudj, nem tudom megválaszolni. Gyuri, esetleg? Írj te veled a Coca-Cola. Oké, így is. Vagy cseréltek még egy kárcsákat, jó? És Gyuri elintézi, hogy továbbítja az általában az IT igazgatót. Köszönöm szépen. Az lenne a kérdésre, van egy négy megnyelvű info anyag. Van. Nagyon jó csapatunk van Németországban, és tudjuk is továbbítani, ugyanúgy Farkas Gyuri barátom segítségével. Van YouTube-os anyagunk is, minden, ami kell. Igen? Parancsoljon. Hát napokban azt olvastam, hogy a nagymedve és a kilencfejű sárkány már kaparja a gödröt a dollárnak. Most ha ezt oda betemeti... Ezt napokban olvastad? Hát ez 94-es újságban tetszett olvasni, csak elesett a jutott bővét. Hogy mit kellene még mi? Hogy mit kellene lesz? Hát mert ott kezdődött, az időtájban. A gödör most kell elég mély lenni, hogy betemet. Nagyon mélyre. Erre tudok mondani, az Amelo, az már készen van 2002-től, hogy az tudja mi az? Igen. Az Amelo tudja mi az? Nem. Igen. Az már le van nyugtatva, és képzelj el, hogy 12 éve le van nyugtatva. Sőt, első ember, aki átkezdte a dollár ellen a politikáját, az Kennedy volt. Ugye mindenki emlékszik, hogy távozott a világon. Úgyhogy erre csak azt tudom mondani, hogy amikor már ez a gond ténylegesen nagyon fontos lesz, akkor a Kájlófnak már saját pénze lesz. Igen. Hát de erre nem tudok válaszolni, mert a világ nem tud erre válaszolni. Hát most nézel, nem lesz semmi gond a dollár, ami egy jó pár évig. Igen? Igen. Viszont arról nem volt szó, hogy a sárszínesség, mekkora az a minimális sárszínesség, ami alatt. Nincs meghatározva, mert mi a kulcsokat felosszuk 1000 darabra,
és egy pici-pici részecskék csak mennek a gépeken keresztül. Hogy a szápsérleség nekünk nem fontos. Ha valaki nem használ nagy sávszélességet, mert nem tud az adott településén. Akkor például a virtuális szerveren, egy amerikai gigabites sávszélességű szerveren akár futtathatja az önök szolgáltatását. Igen. Köszönöm szépen! November 22-e, ez egy nagyon vágyunk. De igen. Még egyszer megválom, mert lehet, hogy a Gyula az rosszul mutatott be. Én network marketing igazgató vagyok, és emlékeztek a gépről nekem csak annyi tudásom, hogy Ctrl Alt Delete és Enter. Úgyhogy nagyon jó kérdéseinek vannak, de sajnos nem hozzám. Nem az én asztalom. De tudom, Farkas Györgynek e-mailbe, és 3 napon belül önnél a válaszra. Köszönöm. Na, ennyi volt? Igen? Na most milyen szinten vagy? Én most egy founder executive szinten vagyok. Nincs magasabb. Nem ennyi. Igen? Lenne egy kérdésem, hogy ez a napi 10 óra igen? A rendszer napi szinten méri van, vagy havi átlag? Nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Percenként billingeljük, vagy azaz billingeljük a gépét, vagy a network, és percenként fizetünk is. Azaz, ha egy 24 órában 8 volt az internet közelben 7 óra 34 percig, akkor a 7 óra 34 percig jövedelmét fogja megkapni. És ha mondjuk 20 óra vagyunk a gép? Akkor a legmagasabb összeg, amit látod a szlájdon, mondjuk egy platina csomagnál 19 dollár 2 cent. Tehát akkor akkor is a 10 órás. Persze. Értem. Igen? Egyet kevesebb. Network marketing igazgató. Ez a szoftver ugye Windows alapú. Igen. És hogy Linux alapú lesz-e? Na ez nagyon jó kérdés, lesz. Ez lesz, igen, ezt most csináljuk, elkezdtük egy ilyen 3-4 hónapban ezelőtt, és azt ígérte az IT igazgatónk, hogy a következő év első fél évben meg lesz. Végre tudtam válaszolni. Parancsoljon! Beszéltem már sok informatikussal, és rögtön azzal a kérdés állta fel, hogy mutassam meg, hogy garantálja a cég, hogy a számítógép többi részében el fog belekukkantani, és az e-mail címeket el, és... Hát nagyon okos informatikusok az a változókra, mert általában őfőnek megmondom, hogy nekem, hogy hogy tudom én megnézni. Úgyhogy de november 22-én minden okos informatikus várunk, egyébként ők, de tényleg fiúk, ugye meg lehet nézni? Meg. De tényleg, hogy megy-e akárhoz, belegakár, ne megy-e akárhoz az ön információhoz, ezt kérdeztem. Nem ez a kérdés, ja, hanem hogy a gépen több részében, amit nem adok nekik közben. Persze, ahhoz veszek én. Hát én azt próbálom megválaszolni, hogy az IT-sok mutatták meg nekünk, hogy mi normál emberek hol tudunk megnézni, hogy megy-e vagy nem. És a fiúk is alátámasztották, hogy ez... Tüszentésnek esetben. Igen, tüszentés kéne most nagyon. A válasz az, hogy nem, és a válasz igen, meg tudjuk mutatni, hogy a válasz nem menj át a többi információra, vagy gigabájtra. Akci. Nem, adatokat, címeket, e-maileket leszünk. Jó, most más kérdezek. Van-e valaki, aki telepített legalább egyszer életében fogalmat a gépére? Skype, bármi. Egy ugyanolyan folyamaton esem a káosz is. Telepített, kiválasztottad, hogy fog milyen partícióra szeretnél telepíteni, oda letelepítetted, és a Skype folyában arra jól, bár az lehet, hogy jár, mi nem. Jó, oké, köszönöm. Igen? Csak a platformokról beszélünk, OSX-en lesz Apple? Nem. Meg is mondom, hogy miért. Mi értjük azt, hogy az almák azok mindenkinél ott vannak a zsebébe, de és az volt az első piac, amit megkerestünk,
hogy sziasztok, nagyon szépen kérünk, hogy ott legyünk, mint applikáció, és mondták, hogy persze, semmi alkotás, hogy kérjük a kulcsra. A Play Market azt mondta, az androidos, azt mondta, hogy ők nem kérjük a kulcsra. Sőt, ők nagyon nyitottak hozzánk is, és nem titok már, hogy az androidtól kaptunk egy olyan szolgáltatást, hogy mi állítjuk össze az androidot a mi gépünkben, a telefonunkra. Úgyhogy az android az szerintem sokkal előrébb néz, mint a... Bár lehet, hogy az Apple-nél van egy pár ilyen, tudod, ilyen CIA és FBI sztori, de nem, soha nem lesz. Úgy látom most. De hogy nem, le lehet tölteni, csak épp nem a App Store-ról. De ezt nem mondtam. Jó. Kérdés, bárcsön. A kifizetéseknél van egy 14 napos karantén. Jó. A 14 napos karantén arról szól, hogy mi egy pénzvisszafizetési garanciát vállalunk minden új belépőnek. Belépőnél. És ez azt jelenti, hogy ő mikor belép, és önnek 14 nap van lehetőségre arra, hogy visszamondja, hogy visszavonja a regisztrációját. Természetesen az önregisztrálásából a szponzoring vonala nem fogja megkapni ezt a 14 napon belül a jutalékot, mert ezt majd nekünk vissza kell ezt vonni tőlük. Amikor eltelt a 14 nap, az 15. nappal önnek már nincs lehetősége visszamondani, mert ugye lejárt a pénzvisszafizetési garanciák, és akkor visszaadjuk, vagy feladjuk mindenkinek a pénzt. De minden nap lássa, csak karanténban van. De ha minden nap regisztrál, és szóval ezt veszik a karanténban. Ezt mondom, mint tapasztalom. Lehetséges, hogy meg volt a válasz, és azt mondja, hogy egy regisztráltam, és mindig nem maradtam. Minden napot lesz, mert minden napi bejövő összeg 14 napra benn marad. De alatta, a karantén alatt látja a felszabaduló összeget. Így van. Ez az az összeg, aminek már lejárt 14 napja. És az minden nap nő. Minimum a passzív jövedelemmel nő minden nap élet. Amíg a regisztrálni fogunk, akkor a regisztrálások is jönnek. Igen, parancsoljon? Közben azt lenne, hogy webirodában, ugye, hogyha már felszabadult a karanténban pénz, tehát hogy akkor egy gyerek, hogy felküldünk körönbe, vagy küld valakinek körönbe, körönbe, hogy tudom nekünk egy kártyát, vagy jelenleg ezt nem nekünk? Sehogy. Egyszer el kell dönteni, hogy a bónusz, amit csinálom. Mm-hmm. Tehát ha véletlenül felküldtem, akkor az kész. Kész. Nem, kész, az kell adni. Igen, már le lehet vásárolni, hogy átterjük, de már vissza nem jöhet soha. Nem. Mert van jogi magyarázata is. De tényleg sokkal bonyolultabb, hogy nem vezetünk bele, de ezt nem szabad körülni. Igen? Nálunk mi fog történni? Hát vagy be. Hát semmi nem fog, mert ugye lehet, akkor egy vírus magot a gépbe tud valami, akkor újra telepíti a gép a programot és újra számol. Nálunk miért nem lesz gond, mert az ön gépbe az minimum 10 gépbe le van tükrözve. És ha érzékeljük azt, hogy ebből a 11 gépből egy gép kiesett, akkor már is hozzadunk még egyet. És ez így megy, ameddig. A lényeg az, hogy miért kell a tükör még, először is ezért, másodszor pedig azért, mert nem tudjuk, hogy ön hány órakor lesz itt internet közelben. És a felhasználó vállalati ügyfélnek pedig mindig kell, hogy lehetőség legyen ahhoz, hogy megkapja az adatokat. Ezért mindig lehol máshol, minimum 10 gépvel. Ha egy fontos információról van szó, egy fontos ügyfél, vagy egy nagy ügyfél információjáról van szó, akkor több 100 gépre is lehol máshol. Jó. Kérdezem, érthetem ezt, hogy nincs több kérdés, van sem? Hány regisztrációt lehet egy embernek indítani? Hány? Regisztrációt lehet indítani. Egy embernek egy regisztráció. De mindig van anyós. Gyerek. Meg a többi nő. Jó. Még? Egy hajjal. Az egyén imád? De tényleg, én is. Oké. Jó, ebben nem ennyi bele, de 4 millió dollár forgalom van. Jó. Jó. Mit szeretnék
most erre kérni egy pár perc figyelmet, mert most jön a mai es legfontosabb része. Én mindig nem tudjátok. Okay. Tudok eladni dolgokat, mi? A mai es legfontosabb része miért is? Mert szeretnék nektek bemutatni azokat az embereket, azokat a partnereket egy pár percre, akik a legelején elvitték nekem a káosz lehetőségét, és képzeljétek el, hogy nekik köszönhetően a káosz van olyan, amilyen. Nagyon szépen köszönöm ezeknek a barátaimnak, partnereimnek, hogy csatlakoztak hozzám, és Magyarországon egy gyönyörű szép csapatról tudunk beszélni ma. Nagyon szépen köszönöm nektek azt, hogy meghallgattátok őket. Azért, mert a Kairos magyarországi csapata nagyon fog változni, a cég nagyon közel fog jönni hozzátok direkt. És ezt megígérem, egy 2-3 hónapos időtartamban mindenki érezni fogja. És ez annak köszönhetően, hogy ti vagytok, és egy olyan óriási forgalmat generáltatok, és egy olyan óriási dinamikát mutattatok. Ezért köszönöm szépen nektek, és elsősorban azoknak a partnereimnek, barátaimnak, akik ezt nekem elvitték. Farkas György. Részben fogadhatom. Dani Péter barátom. És hogyha úgy gondoljátok, én még egyszer szeretném hangsúlyozni,
mindenki úgy van így, hogy valaki azért ajánlott ezt a lehetőséget, vagy lehet, hogy láttátok esetleg az én megkeresésemet, vagy a hirdetésemet. Én azt szeretném, hogy tényleg mindenki ahhoz az emberhez csatlakozzon, aki ide hozta. Tehát itt valahol azért az üzletépítésben, vagy egy alapszabály szerintem, és azért a tisztességhez hozzátartozik, hogy ne menjünk gyakorlatilag a dolgok elébe. Én ezt a regisztrációt csak azért értem, hogy itt egy telefon fölhívjál, vagy e-mail adatbázzalak. Én csak tényleg szerettem volna tudni, hogy körülbelül milyen létszámra számíthatok, és ennek megfelelően úgymond tudjak egy picit plusz nyújtani nektek, kérem egy kis üdítő, egy kis kávé, ilyesmi. Tehát a másik rész, ami majd ezután fog következni, az pedig azt, hogy tényleg egy ilyen kis sorsolás össze tudjak nektek hozni. Ezért volt szükség nekem, hogy természetesen azért a teremre is számítani kellett, nem mindegy, hogy 50-en érünk el, de most ugye ezért előzetesen azt mondtam, hogy egy 150 szerintem sikerült itt azért össze. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtak a meghívást ezúton is, és akkor átadom a szót. Sziasztok, jó estét! Én egy kicsit más szemüveggel néztem, mert én informatikus mérnök vagyok. Én januárban találkoztam Autokárra, azt mondtam, zseniális ötlet, mint minden ötlet mindig pofon egyszer, és én nem nekem jutott eszembe. Tehát a számomra nem volt kérdés, hogy ez egy bombaüzlet lesz, ugyanakkor meg abszolút csak egy, illetve egy és több családtagot állítottam be én is, és nem a hálózattal foglalkoztam. Volt más dolgom, ahol jól éreztem magam, viszont azt láttam, hogy hát szaporodnak a családtagok másoknál, és hát mondom, ha egyre több családtag dolgozik, akkor ott egyre több pénz is van, és kicsit belenéztem a marketing tervet, valamikor nyáron volt, és igazán a július második felétől vagyok itt aktív, rendük el ilyen teljesen lájtos formában beszélgetni a barátom is erőssel, viszont ahogy tényleg belenéztem mélységbe, azt mondtam, hogy a matek itt van, tehát, és a számok tényleg nagyobbak. Ezt szerintem meg tudjuk erősíteni, hogy a számok nagyobbak. És ha valaki dolgozni akar, akkor tényleg olyan jövedelemre tud szert tenni, amit csak szeretne. És egy olyan informatikai háttérrel mögött, amire a világnak meg szüksége van. Tehát ugye nagyon sokszor megkaptátok azt a kérdést, hogy még meg is fogjátok, hogy de miért fizetnének többet, hiszen olyan olcsó, hogy adja a Google vagy a többi. Kérdés, hogy mi mennyire biztonságos, és mennyire tudod biztonságban tudni az adatokat. És ma az valóban egy nagyon fontos dolog, hogy az ember az információ, akár cég, akár magánember biztonságban tudja. Ez a technológia ezt tudja neki nyújtani, ettől kezdve hosszú évekre előre, meglátásom szerint hosszú évekre előre a cégnek a terméke szolgáltatása abszolút piacképes. Akkor meg milyen legyen minél több családtag, aki termelje értünk a pénzt. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy gondoljátok el, ezt ne habozzatok sokat, hanem minél hamarabb állítsátok rendbe az otthoni gépet, még így is úgy is be van kapcsolat, mert minél lehet a pénz. Hát én azért vagyok itt, mert egy hónap után elkötöttem, hogy ezt megcsinálom. Egy hónapig gondolkodtam, utána néztem a blogoknak, beszéltem informatikussal, beszéltem Autokárral, meg akartam ismerni, nem részem Autokár az első találkozónkra, én csak ültem és figyeltem, meg se szólaltam. Csak azt néztem, hogy mikről beszélnek az emberek, gyűjtöttem az infókat, azonban nem is én elkötöttem. Jó, két éjszakát nem aludtam, de ezen gondolkodtam, hogy legyen, és aztán azt gondolom, hogy ez egy olyan üzlet, amit én mindig is akartam, mindig is ilyenre vágytam. Sok embernek tudok segíteni, sok embernek az életét meg tudjam változtatni pozitív irányba, működjön nemzetközi szinten, ne kelljen burcolgatni a csomagtartóba termékeket, ne kelljen betörni olyan piacokra, amik még nincsenek megnyitva, és adja egy olyan lehetőséget mindenkinek, amiben nem tud csalódni. És ebben a rendszerben találtam meg. Az, hogy most itt ülünk ennyien, az egy nagyon kis operáció dologból indult, én feladtam egy hirdetést, megláttam Gábort, rá Gábort fölhívtam a telefon, azt mondta, most éppen nem ér rá. Jól mondom, visszahívott, beszéltünk, hát mondta, hogy ilyen meg olyan kérdések vannak a fejemben, megválaszoltam, aztán mentünk mélyebbre, egyre jobban elhitte, egyre jobban kipróbálta, egyre jobban magáévá tette, és ott itt ülünk 150-en, ez egy álomból indult, egy ilyen nagyon egyszerű kis gondolatból, és én nem álltam még a gondolatokkal, úgyhogy még vannak gondolataim. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Hosszú-hosszú ideig győzködtek arról, hogy ez egy nagyszerű dolog. Most nekem az elmúlt év, lehet nem is évek, hanem évtizedek tevékenység, inkább a szociális területen
volt. Én nem vagyok informatikus, én árugyerekekkel, hajléktalanokkal, szenvedélybetegekkel dolgoztam, inkább vagy voltam, vagyok valami kapcsolatban. Viszont emellett, hogyha az ember akar állandóan kalapolni, és meg tudja azt, hogy folyamatosan a pályázatokat írni, újra is tudja beszámolni, el kellett valamit kezdeni, illetve ez a tevékenység nem az, amikor az ember a saját anyagi jólétét vagy jövőjét meg tudja tervezni, hanem ez egy szolgálat, és arra is gondolom kellett, hogy hát a legaktívabb fiatal, hogy nem azzal töltöttem, mint általában anyából, és azért valahogy a nyugdíjas éveimre is, és a saját életem is gondolni kellene. Most én így kerültem kapcsolatban a hálózati marketinggel, és számomra egyértelmű, hogy most legyen az klasszikus MLM, vagy bármilyen ilyen hálózati network marketing, ja, most már hallható is van így. Ez az egyik legjobb eszköz arra, hogy az ember bizonyos célokat, eszközöket megvalósítson. Tehát kinek mi a célja, tehát van, aki magának a saját családjára van, valamelyik szívesebb rétegeket én ezzel a célokkal. Na most itt találkoztam ezzel a lehetőséggel, hogy végig győzködtek engem, hogy nézd már meg, hogy ez tényleg jó, viszont meg kell mondanom, hogy valószínűleg a legtöbben úgy reagálom, mint ahogy én akkor, hogy egy ilyen továbbküldött prezentációs anyagot nem vettem komolyan. Tehát azt mondom, egyszerűen ez alapján, amit én ebből látok, ez túl jó az, hogy igaz legyen, és szerintem sokakban megfogalmazódni, ilyen nincs. Elérték azt a srácok, hogy amikor én is ott voltam egyszer egy munkás, és ott akár is ellen volt, hogy a tételem, hogy van ott akár is és akkor hát itt kevésen elbeszélgettünk, volt szó a kárcsóval is valami, tehát én már akkor tudtam, hogy ezzel a fickóval nekem valamilyen területen azért jól nem lenne együtt működni, tehát nekem ez egy szilver csomagot megér, hogy a kárcsóval semmi nem igaz akkor is, hogy együtt dolgozunk. És eljött az Autocar zseniális zárás technikája, amikor átjött az asztalon, még maradt egy szeret pizza, meg is a korsó ajnán, és így a nagy maszkó ember nekem nyújtja a kezét, és mondja, tényleg akkor mikor kezdünk? Na most, aki ismer valamit ezeket a technikát, az nagyon jó lett, hogy a lenni, hogy mit tehettem? Itt van a pizza, és nyújtja a kezét. Oké, elnézést, megmondom, hány ember van a struktúrán? Csapatod? Tehát most már 1500 fő. Azért meg nem tudom pontosan, tehát ahányszor megnézem ott. Jó, azért megérte. Jó, csak egy. Így van, így van. Azért a Dylan volt, hogy nem mondtam se igen sem, de hát Dylan nyújtja a kezét, azt el kell fogadni. Most, hogy elfogadom a kézújítását, arra nem fogom azt mondani, hogy hát nem tudunk. És akkor megköszöntem neki a tájékoztatást, és azt mondom, hogy hát ott akár most is egyébként nem nagyon tetszik az állás technikát. És tulajdonképpen ezt lehetne tovább hajozni. Még egy gondolat ehhez, hogy néhány évvel ezelőtt én azért egy általán tréningekre bele-bele néztem több kevesebb sikerrel egyik-másik hálózatban. Volt, ahol volt több siker is, tehát azért ezt nem tagadom. De ott egy pár évvel ezelőtt hallottam valakitől, hogy a hálózat építésnek a munka, az attitűd és a folyamatos tanulás mellett az egyik titka az, hogy tanulj, találj olyanokat, akik jók állat. És hát én úgy látom, hogy csak egy különben maximálisan sikerült eddig, úgyhogy ezután is ezzel leszek, hogy újabb és újabb, nálam jobbakat találjak. Csak sok sikert kívánok mindenkinek. Mikrofon nélkül beszélnék, mert az elmúlt 10 hónapban megszoktam azt, hogy eleinte 3-an, 5-en, 10-en voltunk egy teremben, és mindig hangosan kellett, tehát egyen hangosabban kellett beszélnem, úgyhogy most már ez így kialakult nálam, hogy olyan hangosan beszélek, hogy nincs szükségem mikrofonra. És én igazából azt szeretném elmondani, hogy tényleg van benne munka, és tényleg én személy szerint elhittem Autocarnak azt a dolgot egy évvel ezelőtt, hogy ebből egy nagyszerű üzlet lesz, és nagyon-nagyon hálás vagyok, amikor látom ezt a termet így megtöltve, mert tényleg 10 hónapon keresztül, mondjuk január 12-én 3-an ültünk egy asztalnál, később 5-en, később 6-an, és minden hónapban volt olyan webkonferencia, vagy illetve webinár, amit én tartottam, amit magamnak tartottam meg. Aztán később persze küldték ezt YouTube-on tovább egymásnak az emberek, de én ott magamnak elmondtam azt a webinárt, gyakoroltam, és azt kell róla tudni, hogy nem vagyok hálózatépítő eredetileg. Tehát én hagyományos vállalkozásban foglalkoztam, viszont azt el kell, hogy hagyományos vállalkozással foglalkoztam, és nagyon élveztem azt a dolgot. Viszont azt el kell, hogy mondjam, azt a történetet, amikor Gyula oda jött hozzám szeptemberben, hogy te figyelj Gyuri, én azon gondolkodom, hogy ott hagyom az állásomat, és csak ezzel foglalkozom. Te mit szólsz ehhez? És én
felnevettem, mert azt mondtam, hogy nyugodj, én tegnap írtam meg a saját cégembe a felmondási kérvényt. Úgyhogy tényleg egy egyszerű lehetőségről van szó, tényleg kell sok munka ahhoz, hogy ezt elérjük. De én most már nagyon-nagyon hálás vagyok otokárnak, hogy ezt láthatom. A vízőnek is beszéljük. De maga az a tény, hogy látok egy ilyen tervet, ahol ennyien összejöttünk, hogy ennyien kíváncsiak erre az üzletre. Ezt elsősorban ezt köszönöm nekik is, illetve nektek is, és otokárnak is a vizsgálatjukat, akik ezt létrehozták. Úgyhogy nagy taps mindenki. Szerintem mindegyik ötlet üzlethez. Három nyeremény van, egy 125 dollár értékű standard csomag, tehát aki ezt megnyeri, valószínű, hogy be fog csatlakozni a rendszerbe. Úgy gondolom, hogy legalábbis ezzel el lehet indulni, és meg lehet próbálni ezt a hálózati működéses dolgot. Jó, úgyhogy akkor én ott kell megkérdezni, hogy akkor az első nyerő lehet. Figyeltek? Gulyás Tibor. Most az ünnepek alkalmával úgy gondoljuk, hogy egy nagyon jó lehetőség
az, hogy bármilyen ajándéknak persze mindenki szeretnénk, mégiscsak az együtt töltött idő jelent ki a legnagyobb értéket, és a szállodánk ehhez kínál egy színvonalas kiszolgálást és felüdülést. Nőknek a lehető legkedvezőbb várom. 6925 forintért teljes ellátást biztosítunk, masszázssal, termálfürdővel, lépővel és teljes ellátás mellett. De a többi részletet pedig reméljük, hogy tudnak jönni vele, és sok sikert kívánok mindenkinek Kairoszban, és remélhetőleg elég sok időt is tudnak valóta majd számni, ilyen ütletelnek mellett, és ezt az időt pedig tartalmasan tudják eltölteni. További szép estét kívánok!